Mi van nálam? Nézzük egyesével. Van valami, amit bevallom, nem újonnan vettem. Egy törülközőbe van. 24-70 GM, és ez egy cserélhető obi. De ha CV1-en fotózok, miért kell nekem? Cserélhető obi, ami mellé 100-400, nagyon durva obi, 16-35 GM, egy aksi. Micsoda? Egy 24-1-4-es fix prime GM. Tudod, hogy ez mit jelent, akkor kommentbe írd le. Ezt még nem veszem elő, majd egy picit később a lifehack-eknél, ahol talán használhatjuk is. De most! A tested tovább veled marad, mint a Chanel pénztárcád. Fektes saját magadba. Bevallom, hogy sokáig nem gondolkoztam azon, hogy ahhoz, hogy harmóniát teremtsek így a testemmel, meg igazából az életemben, az alapokon, mint hogy nyilván fürdünk, vagy hogy tiszta ruhát veszünk föl, sokkal több mindent kell tenni. Gondolok itt olyanokra, hogy mondjuk miket viszünk be a szervezetünkbe, hogy étkezünk, vagy éppen milyen testmozgást választunk ki magunknak. Ha nem tartjuk magunkat karban, akkor kb. Mindaz, amiről a könyvemben írok, meg a napi vlogok szólnak, semmilyen produktivitási hack sem fog olyan hatékonysággal működni, mint ahogy működhetne. Egyszerűen meg kell találnunk a számunkra megfelelő testmozgást, edzés és azt az étkezési rendet, kajákat, táplálékkiegészítőket, amikre nekünk, a testünknek szüksége van. Siri nagyon valamit lát. Szóval mindazt, amire nekünk, a testünknek szüksége van ahhoz, hogy mi a céljainknak megfelelően tudjunk cselekedni. Több szakértővel konzultáltam a témába, mert én is nagyon sokszor elakadnak, legalábbis én elakadva éreztem magamat, és úgy érzem, hogy megtaláltam néhány hacket, amit leírtam a könyvemben, meg nyilván itt is a vlogban megosztok most veled, de ki is vagyok én, hogyha most találkozunk először, mi is ez a vlog? Engem Szántó Péternek hívnak, és a csatornám életében először napi vlogolok, ugyanis megjelent egy könyvem a HVG kiadásában, Válj valóra, én márka hatékonyság növelés lifehack-ek. Hát ez már a 30. rész, úgyhogy mindjárt hétvége van. Siri totál pörög a kutyám, amúgy van róla vlog, hogyha gondoljátok, nézzétek meg. A lényeg, hogy a könyv megrendelhető, like-gomb alatt a leírásban ott van, ehhez kapcsolódnak online képzések is, ingyen kipróbálható, meg lehet nézni. Viszont most, amit nézzünk meg, mielőtt az intron is belássuk magunkat abba, hogy egészséges test, egészséges lélek, nézzük meg ezt a gyönyörű naplementét. Napfelkeltét. Ott jön fel a nap. És azt is nézzük meg, csak egy ilyen kis kamerás érdekesség, hogy milyenek a világos és a sötét árnyalatok. Jöjjön az intro, kezdjük el! A testmozgás, a fogyás, az étkezés módosítása kb. A leggyakrabb újévi fogadalom. Pedig ezeket szokták a legtöbbször megszegni. Amire én esküszöm, az az, hogy ugyanúgy, mint a többi dolognál, amiről beszélek, meg a könyvben is írok, hogy a szokásoknak a fokozatos átalakításával lehet ezt is bevezetni az életünkbe. Egyszerűen egy megkerülhetetlen rutinná kell formálnunk, és így tényleg az életünk alapvető részévé válik ez az egész. Ezzel kapcsolatban minden, amit írok, minden, amit itt elmondok, csak is rajtad múlik. Te kell lesz egyedül hozzá, és a te döntésed, hogy ezt megvalósítsd.
ismerős vagy, ismersz olyat, aki nem alszik eleget, nem eszik megfelelően, nem mozog rendszeresen, szimplán azért, mert azt mondja, hogy nincs rá ideje? Nem is gondolják át, hogy mit áldoznak fel hosszú távon ezáltal. Csak be a lusta agyad. Nem kell ezt az egészet úgy kezelni, hogy na, ma eldöntöttem, ugye, mint az újévi fogadalmaknál, és holnaptól, jövő héttől hesi ötször lejárok edzeni, vega leszek, nem tudom, mit csinálok, hanem annyit mindenki meg tud tenni, hogy reggel, amikor felébred, tized Google, vagy az Instagram és a Facebook nyomkodása helyett mondjuk letölt ugyanúgy egy appot, csak nem azt az, nem az Instagram appot nyitja meg, hanem mondjuk egy 7 perces ilyen edzős alkalmazást, és rászán 7 percet, hogy nagyon egyszerű gyakorlatokkal, mozgással indítsa be a napját, ami már magának az egész testének, tudatának, lelkének is egy nagyon jó üzenetet képvisel. Részletesen írok erről a könyvben, de... A lényeg az az, hogy apró kis darabokra szed szét, mint ahogy a GTB-be itt van az a vlog, elmondtam, hogy bármilyen nagy fej nem tudod elrontani, úgyhogy vágj te is bele. Nem diéta, úgy hívják egészséges étkezés. Azt tudtad például, hogy a helyes táplálkozás segíthet a napközben ilyen energiavesztésben, és amikor úgy nincs kedved a dolgokhoz, hogyha helyesen táplálkozol, akkor sokkal ritkábban fog előfordulni veled, hogy úgy érzed, nincs energiád és fáradt vagy a nap közepén. Senki sem elégedett teljesen a testével. Itt egyáltalán nem a bikini body vagy a kockahas számít, csak arról szól, hogy helyes táplálékot és energiát juttassál be a szervezetedbe. Például ne csináljál mást evés közben, tehát ne nézegesd a telefonod, ne elfézz 1000 dolgot, hanem csak koncentrálj az evésre. És ha már itt tartunk, egyél lassan, élvezd az ízeket, kicsit engedd szabadjára a különböző érzékszerveidet és a tudatodat is, hogy ne az adott napi hajtásban legyél csak benne. Mit vigyél be a testedbe? Erről fog beszélni, menjünk át valahova. Kezdjük ott, hogy akár mellőzhetnéd is egy kicsit a húst. Pont a napokban láttam egy filmet a Netflix, aminek Arnold Schwarzenegger, Lewis Hamilton a producere, és olyan top, a világ legjobban teljesítő embereiről szól, mint a legerősebb ember, egy 40 éves nő, aki úgy nyert olimpiát, hogy 35 felett az ő biciklis számában már kb. Visszavonulnak. Egy csávó, aki nem hogy maratont fut, hanem egy olyan távot kb. Egy Amerikán átfutott 41 nap alatt, napi 2 maratonnal. Az, hogy egy ilyen brutál teljesítményt tudjanak az emberek hozni, egy közös pont volt bennük, hogy vegetáriánusok. Meg is fogadtam amúgy, hogy novemberben kipróbálom, hogy egy hónapig nem eszem húst, és hogy ez mit vált ki belőlem. Érdemes elgondolkozni, mert az egészséges étkezés is olyan, mint bármi más. Gyakorolni kell. Egyszerűen haladj kis lépésekben. Ma például adjál egy kis zöldséget az ebédethez, vagy azt a kis szelet, vagy akár táblacsokit, amit minden nap meg szoktál enni munka, tanulás közben, azt most engedd el. Vagy a kis napvégi bort, sört. Próbáld ki, hogy milyen, hogyha nem fogyasztod el. Kis lépésekben haladni. Ez a lényeg. De most menjünk már, amit mutattam vlog elején, megmutatom, hogy mi az, kibontjuk együtt, úgyhogy lépekedjünk oda. Na jöjjenek a lifehack-ek, de előtte, ahogy ígértem, itt van ugye egy A7S3, úristen! Ez az egész nekem az új karrieremnek egy elég fontos pontja, mert az egy dolog, hogy YouTube-ozom, és tényleg a Sony ZV-1 a legjobb vlog kamera, még szerintem vlogolásra ezt is fogom használni, de mivel szeretném egy elég erősen következő szintre vinni a videós karrieremet. Hát ez a beruházás.
Pontsuk ki! Pontsuk ki! Hát, megvettem az A7S 3-at, és ez egy új karrier, minden ugye erről, mert nagyjából beszélgettem a vlogban, említettem neked, nektek, hogy egyre nagyobb szerelem az életemben a videózás, és szeretnék ezzel jobban is foglalkozni, és eldöntöttem azt, hogy szerintem ez a kamera 4-5 évig jó lesz, és lesz egy tök külön review az egésznek a bemutatása, ami még magyarul nincs, és ugye már egy első benyomásokat ide kattintva megnézhetsz, mondtam róla, most már ezen is veszek fel, sőt igazából az egész napi vlogot ezzel vettem fel, csak a kicsomagolásnál volt még a zivilány. 4-5 év alatt az a befektetés, amit ebbe tettem, biztos, hogy visszajön, így álltam neki, és hogyha már válj valóra, ami a könyvemnek is a címe, szeptemberben döntöttem el, leadtam a előrendelést, és október végéig visszajött a befektetésem. Tehát, egy új vállalkozásnak veszük ezt, és ez az új kalandnak a startup kosztja, a befektetési költsége konkrétan egy hónap alatt visszajött, és ez... Ez egy nagyon jó men a jövőre, és ebben nagyon sok krimi, bírólos, meg izgalmas projektes dolgot fogtok majd látni itt a csatornán. Szurkoljatok! Na de beszéljünk a lifehack-ekről. Tippek alváshoz és a reggeli rutinhoz. Kezdjük ott, hogy ne feküdj le, amíg nem vagy álmos. Az ágyba pedig csak azokat a tevékenységeket végezd, hagyd meg annak az ágyat, ami oda való. Ne telefonozz, ne dolgozz, aludj, szexelj, meditálj, az összes többire megtaláld meg a megfelelő helyet. Tippek a mozgáshoz. Ha valamilyen természethez, parkhoz, vízparthoz közel laksz, akkor sétálj. A következő pedig az edzés. Akár egy 7 perces appot vagy 10 perces guggolást választottál, mindig írd be a naptárba úgy, hogy emlékeztető és valamilyen hang jelez, hogy neked most mozognod kell. És még ez egy apróság, ha tömegközlekedsz, vagy akár autóval is mész, hogyha mész valahova, indulj el hamarabb, szállj le egy megállóval hamarabb, vagy parkolj le picit arrébb, és mozogj, megint sétálj, járd körbe azt a környéket. Tippek, hogy több energiád legyen. Egyél több superfoodot, cékla, joghurt, áfonya, és még Google a barátod, nézd meg, mert a könyvemben is rengeteget leírok. Egyél kis adagokat, viszont az többször akár 2-3 óránként is. Ne szárítsd ki magad, így áll elegendő folyadékot, erre is lehet appot használni, vagy csak egy ilyen nagy üveget bekészítesz magadnak, és azt kell inni. Ennyi volt a mai vlog, tök izgalmas, meg hát áll! Köszönöm szépen, hogy végignézted, ha most találkoztunk először és tetszett, amit láttál, akkor egyrészt nyomd meg a feliratkozás gombra és mellette a csengőt is, hogy ne maradj le, ugyanis még nem értek véget a napi vlogok, valamint hogyha értékesnek tartottad azt, amit itt hallottál, akkor oszd meg, vagy küldd el valamilyen ismerősödnek, a like gomb alatt a leírásba ott a link, megrendelheted a könyvemet kedvezményesen, és a képzéseimbe is beiratkozhatsz, van egy ingyenes próba, vagy akár egyből bele is vághat. Kellemes hétvégét kívánok, jövő hétfőn az új setup-pal, az új helyen, minden fogunk jönni, és pont a pénzről, ami ugye ez egy befektetés is, tehát aktuális is az első teljes vlog ezzel a szettel, hogy arról beszéljünk, hogy mi az a pénzügyi intelligencia, hogyan lehet hackeket megcsinálni, megtakarításokat képezni, hogy alapból hogyan álljunk a pénzhez. Nem spoilerezek. Köszi, hogy itt voltál, remélem találkozunk jövő héten, jó hétvégét, szia, sziasztok!